Számos kutató dolgozik azon, körülbelül másfél évtizede már, hogy feltérképezze az online világot, megismerje annak működését, hatását, ám ugyanúgy nem tudják még leszűrni a megállapításokat, ahogyan a nagy változásokat sem ismeri fel általában az ember. Ezt Tari Anna Mária mondta előadásában, amely az Országos Könyvtári Napok keretében a Nemzeti Kulturális Alap és a Pest megyei Könyvtár támogatásával valósulhatott meg, a Laukó Ibolya által vezetett Kartali Művelődési Házban és Könyvtárban. Ha most Csányi Vilmos állna itt, akkor azt mondaná, hogy annak idején az ősember a barlangban, ha azt mondták volna neki, hogy egyszer majd az ő rokona egy kis fekete doboz előtt fog ülni, ugye, azon csüngeni, és egész nap azt nézni, akkor ha beszélt volna, azt mondta volna, hogy ez hülyeség, ez nyilván nem fog bekövetkezni. És akkor tessék, itt van, különféle monitorok előtt ülünk, kicsik és nagyok. 10 évvel ezelőtt még attól volt hangos minden szakmunka, hogy a tévé, ugye, a tévé mint az a médium, ami behozta a családok életébe a nem kommunikálást, a problémákat, a felszínességet, és stb. Stb. Most pedig ugyanezt átvette az internet, ami azt jelenti, hogy erősen megosztja a vélekedéseket, a kutatókat is. Ezt már az előbb mondtam, hogy eléggé narcisztikus ez a világ, amiben élünk, ugye? Eléggé önzőek kezdünk lenni, mindenki a maga szekerét hajtja, és mindenki a saját érdekeit nézi, és erre alapos oka van, ha életben akar maradni. Úgy tűnik, mindig ezt kell csinálni. Nagyon, én szerintem egyre nehezebb fenntartani igazi jó kapcsolatokat. Ez olyan nagyon szép, amikor van egy-egy igazi barátság, mert nagyon gyakran már a barátságok sem olyanok, mert mondjuk bele-bele szól valahogy a külvilág. És itt nem csak arról van szó, ami 20 éve is igaz volt, hogy két barátnő eltávolodik, ha az egyiknek lesz pasia, a másiknak meg nem, ugye? Hanem, hogy mondjuk most arról is szó van, hogy kinek a férjének van állása, kinek nem, ki megy el nyaralni és hova, kinek van pénze, ki keres jobban, el lehet-e mondani, ha jobban keresünk egy kicsit, vagy nem, vagy el lehet-e mondani, ha sikereink voltak, vagy inkább nem, mert az valahogy már megterheli a barátságot, mert hogy a közös szövete a kapcsolatoknak az a közös kínlódás. Ezt régebben a nőkre mondták, hogy szörnyen rivalizálnak, ugye, egymás torkát bármikor átharapja két nő. Nyilván nem, akik itt ülnek, itt mindenki tünnéri és cuki, de úgy általában a nők azért ugye tudnak egy ilyen körbesvenket futtatni, hogy van ellenfél, ugye, ősellenség a terepen. Ezt bárhol megtesszük, munkahelyen, egy pubban, télen és nyáron, nyáron különösen, hát ha van narancsbőre, vagy legalább valami. És akkor tudják már a kutatók, hogy szörnyű ez, de hogy a nőket ironikus módon a panaszkodás hozza össze. Ez a neked sincs, nekem se. Te is úgy, én is így. De a probléma az, hogyha most a narcisztikus érzelmek növekedése következtében ez úgy egy csomó kapcsolatunkban megjelenik. Márpedig úgy tűnik, hogy ez a fajta individualizmus, vagy ha úgy tetszik, egoizmus, ez amennyire dübörög az online térben, úgy kezd megjelenni az offline-ban is. Tehát amikor az a kérdés, hogy hogyan mentsük meg a kis kamaszokat, tinédzsereket, akkor ezt lehetne folytatni, hogy hogyan mentsük meg az Y-generációt, az X-et és a baby boomereket, mert igazából egyáltalában nem igazságos, hogy az életben vannak olyan nagyon nehéz érzelmi helyzetek, amiket egyre nehezebben lehet kezelni, és hogy az életben nagyon sokszor egy ilyen folyamatos projektív készenlét kell, amivel azt monitorozzuk, hogy történik-e valami, vagy fog-e, vagy valami változás beáll-e, ami rossz, vagy vigyázni kell, vagy stb. Tari Anna Mária markáns vonalat húzott az X-generáció, azaz a mai 34-49 évesek, az Y-generáció, a mostani 18-33 évesek, valamint a Z-generáció, azaz a 18 év alattiak élmény megközelítésével kapcsolatban. Egyben ez azt is jelenti, hogy van egy nagyon komoly különbség az X-generáció élmény megközelítési módja és élmény feldolgozási módja között az Z-generációval, de már az Y-nal is, hogy az X-ek ott akarnak lenni, meg akarja fogni. Beszélgetni még mindig úgy szeret, hogy látja a másikat, ránéz, gesztusai vannak, mimikája van,
mindenképpen oda akar menni, amit meg akar nézni. Vannak szavai, hogy elmondja, amit akar. Egy Z generációs és egy Y generációs is sokszor azt mondja, hogy megmutatom. És megmutat egy linket, megmutat egy fotót. Eléggé szűkül a szókincsük, ez azt is jelenti, nehezebb nekik leírni dolgokat. Régen vannak ilyen egészen félrevezető olvasás szociológiai tanulmányok, vannak borzalmas adatok. Ebből mondjuk kiderül, hogy a 15-25 éves korosztályban 64% nem olvas semmit. Semmit. Valaki azt mondta, hogy milyen régen is ez volt, nem? És akkor mondtam, hogy ja, de régen a 0,99-re volt ez, mert hogy egyébként nyilvánvalóan nem volt mindenki bölcsész, meg tanár, meg nem tudom, hát nem, hát emlékszem, nekem volt olyan páciensem még kórházi osztályon, megkérdeztem, szokott olvasni, mondta, szokott. Kérdeztem, mit mondta, büszkén tévéújságot. És akkor ő is, ugye, ő olvasottnak érezte magát, szemben velem, aki úgy érzi, hogyha egy szoba nem hasonlít egy könyvtára, akkor az olyan izé, mert hogy nekem a könyvek jelentik a mindent. De most azt mondhatjuk, hogy nem a 0,99-be oszlik meg a populáció olvasási szokások tekintetében, hogy fele olvas, fele nem, hanem a 15-25 tartományban, ami sok. Az sok a 64%, hogy ne olvasson, mert ha nem olvas, akkor honnan lenne szókincse? Ha nincs szókincse, akkor nem szeret majd annyira beszélgetni. Ha nem szeret majd annyira beszélgetni, mit csinál az emberi kapcsolataival? Mit csinál az offline térben? Akkor eléggé adja magát a helyzet, hogy sokkal könnyebb írni egy Facebook csetet 3 szóval, mint elmondani valamit 8 mondattal. Vannak kutatások, amik azt mutatják, hogy sokkal inkább írnak, mint beszélnek. Nehéz például elköszönni, nehéz offline bocsánatot kérni, nehéz verbálisan egy csomó dolgot megcsinálni, sokkal könnyebb online leírni. Na, ez például elég probléma, ami a jövőnket illeti. Probléma az is, hogy a mai kamasz egyáltalán nem úgy él, mint ahogy a szülei éltek. Így már az aszódiakat kifaggattam, hogy emlékszik-e még valaki, hogy hány évesek voltunk életünk első megmerettetésekor, ugye X generációsként, ott bevallották, hogy 18. Hogy ugye emlékszünk még erre, hogy 18. Szemben azzal, amit egy mai Z generációsnak át kell élni, aki önök szerint hány éves élete első megmerettetésekor? Igen, 5, 6, 7, 8, 10... 12, de nem 18, ugye? Ezzel egyetlen egy probléma van. Ha őszinték vagyunk, hát a fiúkat leszámítva, legalábbis én az osztályomban úgy emlékszem, hogy mindegyik fiúnak várángatása volt érettségi előtt, nem pedig tanulhatnékja, a lányok marhára tanultak, mert izgultak piszkosul, hogy mi lesz az érettségén. Volt egy 18 éves korhoz, biológiai órához igazított lelki kapacitásunk, volt egy lelki teherbíró képességünk. Na most, önök szerint, ha valaki mondjuk 10 évesen méretődik meg, vagy 12 évesen írja a kísérettségit, amire azt mondja neki az anyukája, hogy édes gyerekem, ez csak egy picit komolyabb dolgozat, ha tanulnál, ugye, akkor ez nem lenne gond, akkor annak a gyereknek van biológiailag érett érzelmi kapacitása arra, hogy ezt a típusú szorongást elviselje? Van neki? Úgy van, nincs neki. És a szeretőszülő, meg a nagyon szerető tanárnéni mégis mit szeretne? Hogy legyen neki. Tud neki lenni? Nem tud. Azért nem tud, mert nem lehet megerőszakolni senki pszichés sebességét. Az mindenkinek egyéni és meglehetősen lassú. Eléggé múlt századi. Tehát 18 éves kori felnőtt, viszonylag akkor felnőttnek számító érzelmi reakciókat elvárni egy 13 éves vagy 12 éves gyerektől azért badarság, mert fizikai lehetetlenséget kívánunk tőle. Miközben ugyanez a 12-13 éves egyébként online tartományban simán beolvad egy 25 évesekből álló társaságba, dumál, osztja az észt, humorizál. Ha tényleg penge, észre se veszik, hogy csak 13, mert mondjuk tök jó utcai vannak,
cuccok alatt applikációt értek meg, esetleg nyelvtudást, meg linkeket, tehát hogy így mondjuk van neki muníciója, akkor simán elvegyül egy jóval idősebb csoportban. A pszichológus úgy véli, a 34 év alatti korosztályok, azaz az Y és a Z generáció már nem úgy tekintélytisztelő, mint az X generáció, vagy éppen a mai nagyszülők. Így pedig a generációs konfliktus kiéleződhet. Ki él többet? Tette fel a kérdést Tari Anna Mária. A friss diplomás, a fiatal, aki nyelveket beszél, avagy az idősebb, tapasztaltabb, nagyobb tudású egyén? A pszichológus szerint erre nehéz választ adni. Ma egy Y vagy Z generációs ember úgy ugrál a fejében, mint ahogy mondjuk a weben. Elmegyek egy linkre, megnézem, ha ott eszembe jut valami, netán fölkínálnak valamit, akkor megyek tovább, és valószínűleg leszakadok arról, amit eredetileg elképzeltem, de így ugrabugrálok. Lehet, hogy a végén már ott ülök másfél órája a gépnél, megnéztem 25 dolgot. Ebből mondjuk 23 per abszolút fölösleges volt, kettő még mondjuk oké volt, eltöltöttem másfél órát, és fogalmam nincs, hogy hol vagyok. Na erre mondja Dezsőfi Tibor, meg Csepeli György, meg minden magyar internetkutató azt, hogy van egy nagy csapda. A nagy csapda a két ifjú digitális generációra nézve az az, hogy az információ birtoklása az nem tudás. Az csak annyi, hogy én tudom, hogy hol keressem. Ez egy nagyon komoly tézis. Ugye régen emlékszem, hogy amikor mondjuk mellettünk bölcsészkaron kizubogtak a jogászok, akkor egy jó jogász ismérve az az volt, hogy mindig tudja, hogy hol kell keresni a jogszabályt, mert hát miért kéne neki 19 kötetet megtanulni, oké. Ugye nálunk már ez nem volt igaz, meg az orvosin se lehet igaz, ugye mi nem lehet az, hogy utána, hát vannak dolgok, aminek utána lehet nézni, de vannak dolgok, amik kőbe vannak vésve, mert azt muszáj tudni mondjuk a betegellátásban. De most körülbelül úgy néz ki, hogy ez az új típusú tudás, gondolkozás és tanulási helyzet, ez előállít egy másik szituációt, amiben majd meg kell határozni, hogy mi az, ami maradandó tudás kell, hogy legyen, és mi az, ami ebbe a mozgó tartományba lehet, de úgy, hogy közben két generáció már ne gondolja azt, hogy amit látott, vagy tud, hogy hol van, az maga a tudás, mert az nem. Ugye ez nem ment át egy elmélyült folyamaton, nem tanulta meg, nem is tudja előszedni. Erre mondták azt, hogy az új típusú gondolkodási műveletben az emlékezés folyamata is megváltozik, nem az információra, hanem az információ elérési helyére emlékezünk. Ez a tudom, hogy valahol olvastam, ja, erről az oldalról mentem oda. És akkor így vissza lehet fejteni. Ugye ez nem tipikusan a régi emlékezési folyamat. A pszichológusnő szerint veszélyesen kezd elbillenni a mérleg az online felé. Csak hogy az online generációk fiatalabbika még ott abban a tartományban van, ahol jól meg kéne tanulni, hogy hol van az offline, és hol kezdődik az online, hogy ez még véletlenül se csúszson össze. Ugye az X generációnak könnyű dolga van, már bőven felnőtt volt, amikor internet lett Magyarországon. Tehát nem szakadt össze az önértékelése, nem csuklott meg az identitása, tehát a személyisége nem csúszott össze akkor, amikor az internetet olvasgatta, vagy amikor IVIV-re bejelentkezett, és megpróbálta megkeresni a 15 évvel ezelőtti gimis osztálytársát, hát ha kövérebb, mint ő, ugye? Tehát, hogy ezt így nem csinálta. Mert persze nem rivalizál senki, csak így picit elégedettem megnézni, hogy jól van, nem lett jobb, ugye? Mondanám az osztálytalálkozókat, igen. Tehát ugye az IVIV-en is már ez ment, akkor miért gondolnánk, hogy a két fiatal generáció nem ezt csinálja majd úgy, hogy ők már olyan fiatalon kezdik, nem felnőttként, hanem gyerekként, hogy bizonytalan, hogy a határvonal az hogy fog kinézni. A legszomorúbb az, amikor mondjuk külföldi lekérdezéses vizsgálatokban kiderül, hogy a tinédzsereknek, ami online történik, az ugyanolyan kapcsolat, ugyanolyan beszélgetés, mint egy rendes offline. És közben azt tudjuk, hogy ezen nem beszélgetünk, írunk és olvasunk. Az egy marhára más tészta. Ez egy szűkített kommunikációs helyzet. Nincs benne metakommunikáció, nincs benne semmi. Írás és olvasás van. Ami benne van, az mindegyikünknek a fantáziája.
Erre is vannak vicces kutatások, hogy mennyire jó az, mikor okos emberek, de tényleg több diplomás egyetemi professzor megkérik őket, hogy írjanak csak egy e-mailt. Rakjanak bele emotikont, ugye, smiley-t vagy síróbigyót, mindegy. És akkor ők meg vannak győződve róla, hogy amit leírtak, tökéletesen fedi az ő érzelmi állapotukat, és a küldő tökéletesen ugyanazt fogja érteni, amit ők közölni akartak. Na, és akkor jön a meglepetés, mert vice versa nyilván ugyanez a felállított hipotézise a másik embernek, ugye hiperokosakról beszélünk. Egyszer hallottam egy TEDx előadáson, hogy az igazi egyetemi professzor a testét arra használja, hogy legyen mivel hordoznia a fejét, mert már olyan okos. Tehát, hogy két ilyen embernél is az van, hogy amikor utólag visszanézik az üzeneteket, és történik egy lekérdezés, hogy ki mit értett az üzenetből, akkor tekintet nélkül iskolai végzettségre, értelmi képességre, a mindenre, az arány 70-30. Na, melyik lehet a 70? Az, hogy ugyanazt érti, vagy hogy nem? Hát, ha nem, igen. Biztos észrevették már, ha észrevették, vagy érdemes erre figyelni, hogy milyen lelki állapotban ülünk le elolvasni valamit, az aszerint fog kódolódni a fejünkben. Van egy nagyon vicces, ezt üzleti tréningeken szoktuk csinálni, hogy egy történet van, egy történet, ami enyhén szólva lukas, tehát, hogy vannak mondatok, hogy az X, aki a munkahelyén dolgozott, és bement, és akkor sírt, aztán behívatta a főnöke, és végül hazament, és ezt kiszoktuk adni. Ez egy üzleti tréningen egyébként csapatépítő elemnek nagyon jó, hogy lássuk az informális kommunikációt, de ugyanez zajlik az interneten is, akkor általában a csapatok többsége meg van róla győződve, amikor olvassa ezen mondatokat, hogy az, hogy van, ugye? Tehát akkor rögtön kiegészítik a történetet, hogy behívatta a főnöke, meg ki akarta rugni, és akkor ő sírt, és akkor utána elbúcsúzott, és bepakolt a dobozba a holmiát, és akkor hazament, és akkor nem tudom én mi. És akkor mondjuk egyébként a történet tök más, csak ugye neki ez jut eszébe arról, hogy behívatta a főnöke. Hát mi más jutna manapság eszünkbe, ugye? De hogy ez egy egészen egyszerű emberi személyiség működés, minden az életünk összes helyzetében a hiányzó információkat 4 másodpercen belül kitöltjük a fantáziánkkal. Ez csúnya szóval azt nevezi, hogy a hiányzó részeket kitöltjük, azoknak hozzáadott jelentéstartalmat adunk, tehát egy komplett történetet tudunk előállítani olyan emberekről, akiket nem is ismerünk, helyzetekről, amelyeknek a 70%-áról valójában fogalmunk nincsen. Magyarországon sem ritka az online zaklatás a Z-generáció, azaz a tinédzserek között. Inkább az a szörnyű helyzet van, hogy a nem ennyire kiugró online zaklatás, az a tinédzserek között az állandó piszkálás és szekatúra, az állandó társas agresszió valójában, az 0-24-ben megy offline is, de meg aztán online. Az online részével van a baj, mert ugye amíg régen, az internet előtti időkben az ember, ha volt egy rossz osztálya, és nem szerették, marginális volt, akkor azért csak ki lehetett jönni 2-kor a suliból, jó? És akkor így azért 3-4-8-ig másnap reggel nyugi volt, védelem volt, vagy volt egy másik barát, vagy legalább nem kellett vele foglalkozni. Most, hogy van közösségi média, 7/24 van, ez azt jelenti, hogy a hét minden napján 24 órában van elérés, tehát ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek, akik marginális pozícióban vannak, nincs hova bújni, mert nem lehet nem online. Ha megteszi, hogy nem online, akkor még nagyobbat kap a fejére, mert eltűnni nem lehet. Ezek nagyon kegyetlen játékszabályok, nem is gondolnánk, hogy mennyire. És egy másik rossz hír, ez magyar adat is és külföldi, hogy az ilyen típusú zaklatásokat elszenvedő gyerekek az ilyen, meg az ennél nehezebb agresszív tartalmakat nem felnőttnek szokták elmondani, hanem átlökik egymásnak, és megpróbálnak rajta röhögni. Ez ugye egy tudattalan énvédő mechanizmus, ennek az a neve, hogy meg nem történt tétevés és tagadás.
Ez két olyan mechanizmus, ami működését tekintve a primitív projekciós mechanizmusok közé tartozik, tehát abban segít, hogy ilyen nagyon darabos falakat épít az ember köré, és megváltoztatja a valóságot. Ugye, ha én tagadok valamit, vagy elérem valahogy, hogy ez nem történt meg, mert mondjuk azt írták nekem, szoktam én is ilyeneket kapni, tehát szörnyű, hogy miket kapok időnként. Úgyhogy én például álnéven vagyok fönn Facebookon, hogy senkivel ne találkozhassak. Ezért mondjuk kap egy 16 éves egy rettenetet, akkor ugye átlöki valakinek azzal, hogy nézd már, mit kaptam, marhák. Nyilván nem így fogalmaz, hanem sokkal súlyosabban, csak én nem beszélek úgy. Tehát mondjuk nyomorékok például. És akkor ő is megrezzen ettől, és ő is tovább küldi. Átlagban a gyerekek 24%-a szokta megmutatni szülőnek vagy tanárnak. Nagyon jóba kell lenni egy szülővel ahhoz, hogy biztosak lehessünk abba, hogy a gyerek szól és elmondja. A tizenéveseknek az adott konfliktust az online és az offline térben is meg kell oldaniuk. Képesnek kell lenni arra, hogy egy gyerekkel akárhány éves, 20 éves is lehet, elmondatjuk, vagy kvázi felrajzoltatunk egy szociometriát, hogy milyen az ő kortárs környezete. Hogy abban ki agresszív és ki nem, ki centrális személy, ki marginális, ő hol helyezkedik el és miért pont ott. Ki az, akit szeret, ki az, akit nem, ki az, aki a legrémesebb, ki az, aki nem. Ki az, aki a legpiszokabb online térben, és ki az, aki mondjuk a legrendesebb az offline-ban. Lehet-e valakivel kapaszkodni? Lehet-e valakivel úgy barátkozni, hogy nem kell félni semmilyen szankciótól? Tehát össze kell húzni az online-t az offline-nal, és mint egy helyszínelő profilozója, úgy kell valami stratégiát kialakítani, mert mindkét helyszínt meg kell tartani. Emlékszem, hogy amikor Amanda Todd esetét olvastam az újságban, és utána néztem a reakciókat, például az rettenetes volt, hogy körülbelül, amikor az ő halálesetének elterjedt a híre, akkor mondjuk én onnantól kezdve múlt hónapig találkoztam, nem akarok hazudni, de mondjuk 2000 középiskolással az hétszentség, mert ugye rendre tartok olyan nagy előadásokat, ahol mondjuk 600 gyerek van. Mindig föltettem a kérdést, hogy ismerik-e a történetet, általában ismerték, mert ez az Facebookon azért szétszanat, és hogy sajnálják-e, vagy nem. Mit gondolnak, mit válaszoltak? Hát elég sok volt a nem, és elég sok volt a magának köszönheti. És körülbelül azt lehet mondani, hogy stabilan talán a 40%-a volt a gyerekeknek, aki azt mondta őszintén megrendülve, hogy nagyon sajnálja. És én nem gondolom, hogy ha mondjuk ez 40%, hogy akkor 60% piszok gyereknek tettem föl a kérdést, hanem egész egyszerűen az van, hogy annyira kérgesedik, hogy úgy mondjam, a lelkük, annyira nehéz helyzetben vannak folyamatosan, hogy a megrendülés az már csak ilyen nagyon-nagyon-nagyon izé esetekben van. Egyébként ők már folyamatosan azt nézik, hogy miért nem vigyázott magára, mert mindenki tudja, hogy kell tudni vigyázni magára. Ugyan senki nem tud, de ezt tudja, hogy kell. Tehát ez a kérgesedés, ez például szerintem egy nagyon nagy baj. Tehát, hogy a nyitó mondatra visszareagáljak így a végén. Az nagyon igazságtalan, hogy nekik így nincs gyerekkoruk szerintem. Hát hol kellett egy X generációs embernek 15-16-17 éves korában mondjuk a napja nagy százalékát azzal tölteni, hogy így vizslatja a kapcsolatait. Tarjanna Mária hangsúlyozta, a családban nem csak beszélgetni kell, hanem sokat kell beszélgetni az internetről, a Facebookról, a tinédzser online.